Sziasztok! Peti vagyok innen Rómából, és beültem ide a dzsindzsásba, kipucoltam egy kis részt, hogy megmutassak nektek paradicsomot, hogyan palántázok, még a kiültetés előtt milyen trükköket csinálok meg vele. Na most ez ilyen hatos formátumban lehet kapni nálunk képességgel, 1 euró 40, 1 euró 20, 1 euró 30-ért vetem 6 darab. Eléggé satnyácska, viszont ez egy nagyon baromi finom körte paradicsom, ez egy abruzzói körte paradicsom fajta. És amiért vettem, és nem pedig magról vetettem, az azért, mert ebben az évben F1-es paradicsomokkal szeretnék kísérletezni. Van vetőmagom, ami nem F1-es, és most F1-esekkel szeretnék kipróbálni egy tovább szaporítási módot, egy klónozási módot, ami nem egy bonyolult dolog, és sokan ismerik, de én ki akarom próbálni, hogy F1-essel tovább vihető-e a dolog, és hogy így több éven keresztül is lehet az F1-ese. Ha valaki nem tudná, az F1-es gyakorlatilag ez egy kezelési eljárás, hát szerintem a génmódosításban is benne van, tehát gyakorlatilag belenyúlnak a paradicsom tovább szaporítási szerkezetébe, ami azt jelenti, hogy ez a paradicsom meg fog nőni, fog gyönyörű, szép és finom paradicsomot hozni, de az, ami ezen terem paradicsom, de egyébként minden, ami F1-es, az ilyen, tehát jó. Kétféle van. Tehát megnő, lesz rajta gyümölcs vagy zöldség, és akkor leszedem a paradicsomot, ebben az esetben paradicsom, leszedem a paradicsomot róla, és a paradicsomban lévő magot, ha elültetem, na abból nem lesz paradicsom. Ez a lényeg az F1-esnek, hogy jövőre is vedd meg ugyanúgy a palántákat. Tehát, hogyha seg hülye vagy, mit tudom én, panelba élsz, és F1-es, akkor azt jövőre is meg kell majd venned. Nem tudod megcsinálni, hogy kiszeded belőle a magokat is, stb. Ha megfigyelitek, itt már nem írják, hogy F1-es. Régen írták ezen egyébként egy pár év, hogy F1, és akkor én azokat direkt nem vettem meg, de most direkt olyat vettem, hogy F1-es, ez tuti F1-es. Vagy írják valamelyiken? Bocsánat, most megnézem. Eléggé satnyácskák. Nem írják egyiken se, de mindegy, ez F1-es. Mit akarok erről mondani? Paradicsomot fogok kiültetni majd, és itt van a lényeg, 2 hét múlva. Hát itt most új helyen vagyunk, tehát itt a nyúltelepnél, úgyhogy itt most el vagyunk csúszva ezzel a júniussal, de nem baj. Nagyon nagy probléma nálunk, amit már mondtam is többször, hogy nálunk nem esik az eső nyáron. Nekem nincs furtkutam, esővízgyűjtő rendszerem van, tehát gyakorlatilag, amit márciusig, áprilisig összegyűjtök esővíz, nekem azzal kell gazdálkodnom. Úgyhogy találok valami olyan módszert, amivel le tudom csökkenteni az adott növénynek, hogy jó termőképesség mellett minimális, tényleg minimális vízmennyiség legyen, akkor azt meg kell tennem. Ezért nem tudok például kukoricát ültetni, mert nem tudom a kukoricát locsolni. Most nálunk ez az esőtlen időszak, ez a nyári időszak, ez úgy működik, hogy áprilistól gyakorlatilag április végétől, május elejétől nem esik az eső, de egyáltalán nem. Tehát talán egy darab szemerkélés szokott lenni még, az csak borzalmas. Egészen szeptember végéig, tavaly például október 16-án esett az első. Most ez egy nagyon különleges nyár, nagyon örülök neki, ilyenre nem is emlékszem, hogy június elején még nem csak, hogy egy kicsi eső volt, hanem rendesen ömlött is, telt a tartály, meg is telt a tartályom, az első rendű tartály, amit töltök. Majd azt bemutatom, azt az esővízgyűjtő rendszer, de itt iszonyatosan dzsindzsa van, tehát 3 méteres gaz van, most annyi eső esett, és hirtelen bedúrant a természet. És én ennek nagyon örülök egyrészt, másrészt viszont baromi sok meló van vele, hogy kipucoljam. Na most, és ilyen víz megvonási trükköket fogok most alkalmazni, 3 féle van, ezt majd be fogom mutatni egy külön videóba. Az egyik ugye, amit mindenki ismer, hogy csepegtető rendszer, fogsz egy csövet, és akkor ilyen csepegtető kis pötty-pötty, és akkor egy tartályba. Ez tök jó, egyébként ez inkább ilyen automata öntöző rendszernek felel meg. Nekem ez nagyon jó, mert nagy segítség, majd meg fogjátok látni, amikor már nőnek a paradicsomok, csinálok róla videót. A másik, ami ilyen nagyon fontos, valamilyen áteresztő tartály. Ez az áteresztő tartály általában mondjuk egy nedvesítő tartály, tehát általában ilyen agyagcserépedény, ami vékony falu.
azt érdemes leásni a földbe, megtölteni vízzel, ami ugye nem lukos, megtölteni vízzel, lefedni és arra rá a földet, és akkor gyakorlatilag ez nedvesen tartja ott a földet, ezt is be fogom majd mutatni. Valamint a harmadik, ugye, amit mindenki ismer most már szerintem, aki ezzel foglalkozik, mulcsozás, tehát valamilyen szinten a földből lévő kipárolgó vizet visszatartod benne a földbe. Ezt a hármat fogom én is használni, majd megmutatom egy másik videóban, de most még mutatok egy nagyon nagy trükköt, amit egyébként Ausztráliában rendszeresen használnak. Főként paradicsomon lehet használni, illetve nézzetek utána, majd nézek egy másik videóban, megmondom, olyat, ami a szárán is tudja keretereszteni, és ez a lényeg. Mutatom nektek. Tehát megveszed így, és sokan azt csinálják, hogy ezt így kiveszik, beteszik a földbe, és ugye mivel a paradicsom a szárán is növez gyökeret, hogyha föld alá teszik, ezért nem idáig teszik a szintet, hanem följebb, és akkor itt is lesz gyökere. Igen ám, de Ausztráliában rendszeresen csinálják, illetve sivatagosabb helyeken, hogy a gyökerét addig növesztik a növénynek, ameddig csak lehet, hogy jó mélyre nyúljon le. Ez akár 60-70 cm-es gyökeret is csinálnak egy paradicsomnak, ezért kiültetés előtt 2-3 héttel, egy kicsit később ültetem így ki gyakorlatilag, mindjárt megmutatom nektek, itt van mellettem. Szóval ezeket beültetem, mindjárt mondom, levágott műanyag palackba. Ennek az a lényege, mutatom nektek, hogy próbálok nem leesni. Szóval ennek az a lényege, hogy így, ezt fogjátok kapni. Tehát itt is meg van eléggé nyúlva. Az ausztrál hölgy, aki nekem ezt mutatta egyébként először, ő úgy csinálja, hogy legalább egy 50 cm hosszan addig növeszti a paradicsomot, és mindig egyre mélyebbre ássa, a végén ő már ilyen műanyag csövekbe ássa le. És amikor a szabad földbe kiültetésre kerül, ez körülbelül 3-4 hét után, gyakorlatilag, hogyha hamarabb kezded, fóliasátrazol, akkor ez nagyon egyszerű megcsinálni, csak 1-2 hét csúszás lesz benne, de 3-4 hét után már lesz neki mondjuk egy ennyi, tehát ez legalább egy 30 centis gyökérzete. Tehát így végig lesz gyökérzete. És ezt is még egy picivel lejjebb lehet, amikor kiülteted. És így gyakorlatilag azt kapod, hogy nagyon mélyre lenyúlik a gyökere a paradicsomnak. Ezzel azt kapod, hogy jobban fogja bírni a szárazságot, kevésbé lesz érzékeny a szárazabb időkre. Tételezzük, azt elmész nyaralni hosszabb időre, és meghal mondjuk az automata csepegtető rendszered, vagy éppenséggel ténylegesen nincs vized, mint nekem, ez elő szokott fordulni. Volt olyan év is, hogy kipusztultak a növényeimnek eléggé nagy része, mert akkora nagy szárazság volt, és be kellett osztanom mindent, tehát ilyen kis ibrikekbe méricskéltem ki, ez még az első időkben voltak. Szóval az a lényeg, hogy így fogom a műanyag palackot, és olyat keresek, ami minél hosszabb ez az egyenes része, és akkor körülbelül ilyen 15-20 centi, és akkor így levagdosgatom őket így, látjátok így. Nagyjából ennyi. Azért lehet látni, hogy ezeknek a paradicsomoknak a gyökere, most jó, látjátok, ilyen satnyát vettem direkt, ilyen maradékot, ennek ilyen eddig megy bele a gyökere. Tehát ilyen ennyi. Tehát még rá fogok tenni még kettőt. Tehát ilyen hosszú gyökere lesz. És akkor egészségesen, amikor kiültetem, jó, ezt még ki kell lukasztani az alján. Egyértelmű, hogy ezt, amit ugye én itt kiveszek, ezeket a kis satnyaparadicsom palántákat, ezeket gyakorlatilag ide az aljáig kell letenni. Tehát úgy szoktam csinálni, hogy az aljára teszek egy nagyon pici 1 centinyi földet, és utána már állítom is bele, és utána föltöltöm földet direkt azért, hogy és jól be kell vizesíteni, hogy jól legyen benne. Árnyékos helyen tartjátok, egy-két napig, és utána ki lehet tenni már egy kicsit nagyobb, naposabb helyre is. Ez itt ez a hely, ez pont olyan, hogy gyakorlatilag olyan 12 fél egy óra körül már itt árnyék van, úgyhogy azért teszem ide, hogy itt csak egy ilyen fél nap nézét. Majd amikor kikerül a kiültetés, és jó nagy gyökere van. Kellemetlen lesz kiültetni egyébként, hogyha már hosszú gyökérzete van,
mert jó mélyre kell ásni. Tehát nem lesz olyan egyszerű, hogy olyan kis idő, de ez a kényelmetlenség megéri. Ugyanúgy be kell majd múlcsozni fölül, vagy múlcsozni, vagy szalmatakarást csinálni neki, hogy a párolgás miatt, ugye azt a vízmennyiséget nekem kell. Tehát gyakorlatilag én úgy terveztem, ősszel terveztem el ezt, hogy ezt a háromféle, amit elmondtam az elején, ezt külön videóban meg fogom mutatni, a csepegtetőt, ezt a vízszivárogtatós rendszert, illetve a szalmatakarást használni fogom. De közben találkoztam ezzel a hölgyel, aki elmondta és megmutatta nekem ezeket, hogy ő mit csinál, fotókon, meg minden, és látok benne fantáziát, és mivel tényleg olyan helyen lakik, ami hát nem sivatagos, de baromi fontos, hogy az utolsó cseppvizet is meggondolják, hogy mire locsolják, és mire nem, és kell kaja, tehát kell a kaja, kell termeszteni, önellátás. És ennyi. Körülbelül 9-10 nappal ezelőtt vettem ezeket, mutatok nektek egy ilyen normálisabbat, tehát ezt így. Körülbelül 10 napja ebben van benne ilyen kis, itt lehet látni, hogy az alján ki is jöttek a gyökerek. A különbség, amikor megvettem, már másnap, tehát körülbelül egy ilyen 8-9 napja, hát ennyit sikerült, annyi időm volt, gyakorlatilag megcsináltam, 50 valahány palántám van paradicsomból, úgyhogy gyakorlatilag a felét, egy 30 darab maradt még ki, amiből él is pusztult egy-kettő ezekbe. Ezekbe a kicsikben nem bírja sokáig. Tehát ezeket arra szokták, hogy aztán fogják és kiültetik a szabad földbe. De mondom, én ezt ki akarom próbálni, ezt a dolgot. És ezek ugyanebből vannak, sőt, volt olyan, ami eléggé el volt halva. Szóval meg is mutatom nektek, nem is ezt mutatom inkább nektek, hanem tényleg ezt a csenevész trutyit, ami már tényleg majdnem kipusztult, tehát ilyen állapotban volt. Nagyon sok, mint ez például, hát ebből speciális semmi nem lesz, de például ilyen satnya állapotban volt, mint ez. És ezeket választottam ki, és nézzétek meg, egy 8-9 nap alatt ilyen lett. Szóval a különbség az szerintem, próbálom így mutatni, jó? Így. Szóval a különbség az ennyi. A gyökérzet. Ezt egyébként már kiültetésre fog menni, egy pillanat lepakolok, ez már kiültetésre fog menni, ami már így nekem palazva fog, tehát én nem fogom úgy csinálni, mint az ausztrál hölgy, hogy a végén már ekkora csőbe teszem. Még lehetne egyébként betenni, ennyi időm már nincs, ki akarom ültetni. Úgyhogy gyakorlatilag azt fogom csinálni, hogy amikor kiültetem, ezt ilyen mélyre fogom ültetni. Tehát fogok kapni körülbelül egy 30 centis részt, és akkor majd szépen apránként ő magának növesztje a gyökerét ott alul. Ennyi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogja ez nekem a korábbi évek tapasztalatából megcsinálni magát. Mennyire fog nekem segíteni a vízben. Nem fogok csinálni, azt előre mondom, sajnos egyet letörtem, nem fogok csinálni kontrollcsoportot, szoktam csinálni, hogy mit tudom én, a felét ide ültetem, felét oda ültetem, felét ilyen, és akkor lehet összehasonlítási alapokat. Mivel nekem az előző évek tapasztalataiból bőven van tapasztalatom, hogy mekkora paradicsom és mennyi szokott rajta lenni, és hogy mennyit kell öntözni. Úgyhogy fogom látni a különbséget, hogyha ez tényleg beválik. Ha meg nem válik be, akkor teljesen mindegy, akkor is kevesebbet fogok locsolni, mert a szárazságon akkor nem tudok annyit locsolni. Ennyit pedig végképp nem fogok tudni locsolni. Tehát nekem sose volt még ilyen, nem tudom, 30-40 paradicsom palántám, eddig a legtöbb 25 volt. 24 volt, igen, a legtöbb. És hát elég kevés paradicsom is szokott rajtuk lenni, mivel én nem tudok úgy locsolni, mondom, de nem volt még csepegtetőrendszerem. Szalmatakarást az korábban is használtuk, meg kartonoztunk, meg mindenfélét, de most mondom, eléggé spécibe fogom nyomni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Most pedig fogom ezeket levágogatok, jó sokat, ezt nem fogom megmutatni videóban, majd esetleg, amikor ültetem ki, megmutatom őket, hogy néznek ki, és akkor bele fogom tenni ezt a maradékot, ami körülbelül, hát egy 30 darab, de ebből elpusztult egy-kettő, tehát ilyen szerintem 25-27 mögöttem van még. Ami nekem még nagyon nagy boldogság, és ezért mindent meg fogok tenni tényleg, tehát az, hogy itt magyarként itt vagyok Olaszországban, nekünk nagyon nagy problémánk itt élő magyaroknak a tévépaprika, a töltenivaló paprika, meg milyen paprika volt, a csemege paprika, jó? Tehát nem a fűszer paprika,
Úgyhogy amikor én szeptemberben, októberben Magyarországon voltam, hülyének néztek egyébként, hogy mit akarok, és akkor mondtam, hogy van egy halállistám, és a halál, vagy bakancslistám, és a bakancslistám végigmegyek, és abban volt egy ilyen, hogy vetőmag, és paprika vetőmagot, hogy minek az. Hát azért, hogy elültessem. Nézzétek meg, ez is ugyanúgy csináltam, kiültettem, de ugye a paprika az nem olyan, mint... Hoppá, kicsit összeakadtak a dolgok. A paprika nem olyan, mint a paradicsom, tehát a paprika nem tud a szárán növeszteni gyökérzetet, a paprika az olyan, tehát ezt hiába ülteted be mélyebbre, gyakorlatilag mélyebbre azért kell ültetni egy pár centivel, hogy jobban megálljon, de úgyis föl lesz kötve meg minden. Tehát ilyen gyönyörű szép paprika palántáim vannak. Paprika palántára, ez lesz az első év, amikor lesz nekem saját úgy csemege paprikám, hogy nem csak egy-két tő van és arról szedegetünk, hanem itt augusztus bölcsém a lecsóparti lesz. Szóval az a lényeg, hogy a paprika palántát, azt tudom nagyon jól, hogy akkor nő jól, hogyha segítik egymást, és ezt úgy csinálom direkt, hogy kettesével, max. Hármasával ültetem egybe. Tehát két paprika palánta lesz kiültetve egy helyre. Nem úgy, mint a paradicsom, amit így egyesével fogok szépen, hanem egy ilyen 30-40 centire, majd ott úgyis el fogom mondani, arról is majd csinálok külön videót. Baromira örülök neki, mert paprika palántából ilyenből nekem most nem tudom mennyi van, de egy 20 biztos van. És hát mivel mindegyikben van 2 vagy 3, ezért biztos van, egy ilyen 60-70 darab palántám van egyébként. Nem tudom mennyi paprika lesz belőle, de ha tényleg egyetlen egy darab lecsót, ha tudok csinálni, annál azért jóval többet szeretnék, de tényleg az már nekem csodálatos lesz. Más paprikák, tehát hogyha valaki még azt mondja, hogy nem ettem paprikát, de igen, ettem, olasz paprikát vetettem eddig, és volt is, és nagyon van nekik nagyon jó paprikájuk, de olyan, mint a magyar, nincs, és nekem az hiányzik. Van nekik egy ilyen hosszú sárga paprikájuk, ami nagyon-nagyon hasonló, meg baromi drága a piacon, meg mit tudom, én majd egyszer piacon megmutatom nektek, mert most őt nem palántáztam és vetettem, nagyon könnyű palántázni, illetve hát ők inkább ezt a kanadai, vagy kaliforniai, vagy pritamin paprika, vagy nem tudom minek hívják, azt szokták még csinálni. Úgyhogy, de az meg édes, tehát nekem nem az. Nekem az kell, hogy egy jó vajas kenyér, egy sózott paprikás vajas kenyér. Ennyi. Tehát gyerekkoromban így ettem, bocs. Nekem ez kell. És akkor ezzel már meg vagyok. A csirkék tolják a tojást, paradicsomom ebből lesz, paprikám abból lesz. Zsír van a kacsából, van zsír, úgyhogy zsír, kész, ennyi. Csinálok egy lecsót. Hagyma van, dughagyma elvetve, kész, ennyi. Csokolom. És akkor nekem most éppen ez a lövésem, úgyhogy ezt ma még így megcsinálom. És akkor remélem adtam vele egy tippet, próbálom nektek megkeresni egy-két ilyen képen, hogy néz ki ez a paradicsom, amikor ilyen baromi hosszú, de szerintem fogtok ilyet találni más YouTube videókon is, hogy ilyen baromi hosszan megnövesztik a gyökérzetét, és amikor már ilyen 50 centi hosszú gyökérzete van, akkor ültetik ki. Ezt inkább sivatagos területeken csinálják, azért, mert hogy a földnek a mélyebb rétegeibe ugye jobban megmarad a nedvesség, és úgy jobb, tehát úgy föl tudja szívni azt a kellő mennyiséget akkor is, tehát a lenti talaj rétegeiben mindig többen. És nagyon-nagyon sokat számít egy növénynek, akár egy 20-30 cm. Hát ezt most én nyáron meg fogom tapasztalni. Úgyhogy remélem, hogy békén hagynak, és itt nyáron nem lesz semmi gond, és akkor itt a kertben is szépen fog fejlődni minden, én mindent meg fogok tenni azért, hogy ez jó legyen, de mondom, hogy ez a paprika, tehát ez nekem most egy álom, tehát el nem tudom mondani, hogy mennyire boldog vagyok, hogy most rendes magyar tölteni való paprikát, nem tudom most a fajtájának a nevét, mert el van téve a ne kövezzetek meg érte, de én most ennek nagyon örülök. Főként ugye hagyma, fokhagyma mindig van vetve, illetve dugva. Hagymát is most sikerült szereznem, ráadásul kétfélét és lilát is, és vöröset is olasztól. Tehát nem magyart hozattam, dughagymát, úgyhogy abból is lesz egy kevés, illetve lesz paradicsom, paprika. Palántázás alatt van a kelbimbó, mert nekem az nagyon mániám, hogy télére legyen kelbimbó. Ezeket majd mind be fogom mutatni, és akkor bemutatom nektek azt is, hogy a farmot ugye hogyan építem föl nulláról, de ezek az alapok, ennek meg kell lenni.
ezeknek a palántázási dolgoknak most, mert körülbelül egy 8-10 nap múlva, amikor ezekkel a paradicsom palánták így megvannak és meggyökeresednek egy kicsit itt a ilyen flakonokba, akkor jön az ideje, hogy rakom rendbe az ágyásokat, és akkor az ágyásokba szépen kerül bele a dolog. Meg fogok mutatni mindent, a trágyázást és minden egyebet, úgyhogy ennyi. Holnap pedig már csirke keltetésről, kotlósokról fogok nektek beszélni, már most tudom, ugyanis van két kotlósom, és az egyik egy eléggé elmebeteg. El fogom mondani azt is. Lehet, hogy több rész lesz belőle, mert egyszerűen annyi tapasztalat van csirke keltetésről, nem keltetőgéppel, hanem a kotlossal, hogy az is megér több misét. Jó, köszönöm, hogy velem voltatok. Remélem érdekes volt ez a paradicsomnak, hogy hogyan növesszük meg a gyökérzetét, és hogy miért. Nekem ez tényleg nagyon-nagyon fontos, tehát hogyha balkonládába csináljátok, egyértelműen nem tudjátok sokáig növeszgetni a dolgokat, vagy erkélyen kertészkedtek, de aki szabad földbe tesz be paradicsom palántát, úgy néz ki, hogy meg. De majd nyáron csinálom a videókat, és akkor majd megmutatom nektek, hogy ténylegesen elmondom majd, hogy tényleg beválta a korábbi évek tapasztalatához képest azzal a vízmennyiséggel, amivel én szoktam locsolni, ez a fajta módszer. Köszönöm, hogy velem voltatok ma is, ciao a tutti, puszi mindenkinek!